Idén ünnepeljük a reformáció emlékévét. Ebből az alkalomból emlékülést tartott a városnapokon az Újpest-Újvárosi Református Egyházközség, Újpest önkormányzata és az Újpesti Városvédő Egyesület. És emléktáblát is avattak Prém Margit tiszteletére. Az egykori skót missziós iskola igazgatója Prém Margit tiszteletére avattak emléktáblát augusztus 26-án az Újpest-Újvárosi Református templom falán. Az ünnepségen dr. Zsigmond Barna Pál, társadalmi kapcsolatokért felelős alpolgármester köszöntötte az egybegyűlteket. Számunkra a reformáció több mint egy felekezeti folytonosság vagy örökség. A reformáció lenyűgöző kulturális hagyomány a kultúra minden vonatkozásában. Egyetemes örökség, európai örökség, és ami számunkra a legfontosabb, egyik legbecsesebb értéke a magyarságnak, a nemzeti ébredésnek, tudatosságnak, fejlődéstörténetnek, a magyar nyelvnek, szívnek, szellemnek. A reformációs emlékév jó alkalom arra, hogy felidézzük a kereszténység, és ezen belül is a protestantizmus nemzeterősítő, nemzetmegtartó szerepét. Az elmúlt 500 év sem volt viharmentes, de számunkra, magyarok számára a 20. század a legsötétebb mélységeket hozta, és abban, hogy ma vagyunk, hogy nem vesztünk el benne, abban nagy szerepe van az egyháznak is, a protestáns erőnek. Segített megőrizni önbecsülésünket, a hitünket, magyarságunkat. Hiszek abban, hogy ma is ez tud erőt adni a magyar közösségeknek, szerte a Kárpát-medencében és a nagyvilágban. Erre a hitre most nagy szükségünk van a mai elbizonytalanodó Európában. Időszerű volt Prém Margit emlékének megörökítése, a reformáció emlékéve kiváló keretet szolgáltatott ehhez. A budapesti skót iskola egykor igazgatója, aki példaértékű és bátor életet élt, aki ember tudott maradni az embertelenségben, és még végrendeletével is az utókorról gondoskodott, ma emléktáblát kap Újpesten. Ezzel is emlékezünk a nagyszerű pedagógusra, iskolaigazgatóra, aki humanista tevékenységéről és nagylelkű adományozásáról vált ismerté. Az emléktáblát Zsigmond Barna Pál és Szigeti János lelkipásztor leplezte le. Az ünnepségen az újpesti civil kórus is műsort adott, majd sor került az emlékkonferenciára, melyet Szőlősi Marian, a Városvédő Egyesület elnöke nyitott meg. A konferencián először Buda Attila Károlyi kutató tartott előadást a Károlyiak és a Reformátusok címmel, majd Prakfalvi Endre művészettörténész mutatta be az újpesti református templom épületeket. Hajdók Judit művészettörténész az újpesti protestáns templomok orgonáiról értekezett, Rojko Anna Mária szerkesztő pedig Prém Margit életútját ismertette.